Kétségtelen, vagy az influenza, vagy az egészségügyi szakma ellen harcol a kormány címmel Kuper András képviselőt, illetve a szó parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszter úr. Most már tényleg elég volt. Elég volt az új típusú influenza körüli kormányzati szerencsétlenkedésből. Elég abból, hogy sem a szakmát, sem a lakosságot nem képesek tájékoztatni. Önök azt hangoztatják, hogy készüljünk fel a legrosszabb forgatókönyvre, mert a járvány gyors vonatként közeleg felünk. Ha azonban továbbra sem tudnak úrrá lenni a helyzeten, millió számra maradhat meg az új influenza elleni oltóanyag. A szakmai kommunikációval kapcsolatban az országos tisztviselőorvos maga ismerte be, hogy idézem, szégyenkezni kell, nem voltunk ebben az ügyben sikeresek. Azt is mondta, hogy kommunikációs csata első menetét elveszítette a kormány. Miniszter úr, kivel állnak harcban? A szakmával? A magyar polgárokkal? A rendelők százaiban elhelyeztek egy papírt, amelyen nagy piros betűkkel az áll, a H1N1 elleni védőoltást a betegek csak saját felelősségükre kérhetik. Egy ilyen tábla elolvasása után még az is meggondolja magát, aki eredetileg azért ment a rendelőbe, hogy beoltassa magát. Miért tartunk itt? Mert önök nem álltak szóba a szakmával. A házi orvosok azt mondják, hogy az oltással kapcsolatosan számos kérdést, kételyt fogalmaztak meg. Hiába választ nem kaptak a minisztériumtól. Még azt sem tudjuk, hogy eddig hány embert sikerült Magyarországon beoltani. Egyszerűen botrányos, hogy az országos tisztviselőorvos szavai szerint csak november 6-án lesz egyáltalán valamiféle adat arra nézve, hogy hol tartunk a beoltásokkal. Két hónappal ezelőtt önök azt jelentették be, hogy két hónap alatt beadható 6 millió vakcina. Eddig összesen talán pár százezer vakcinát sikerült beadni. Ez eredmény. Önök ettől a héttől akarják megkezdeni az óvodások és iskolások kampányszerű oltását. A pedagógusok még semmit nem tudnak erről. És ki a tájékoztatást a tanároknak, és ki a tájékoztatást a szülőknek, akik a felelősséget vállalják gyerekeik beoltásáért. A házi orvosok elfogadhatatlannak tartják, hogy a kormány rájuk hárítja a lakosság felkészítésének a terheit úgy, hogy nekik sincs használható információjuk. Csak annyit tudnak, hogy ön beperli őket, ha a kételyeiknek hangot adnak. Többlet teher, többlet adminisztráció hárul rájuk, és még azt sem tudják, mikor és ki fizeti ezt ki nekik. Tisztelt miniszter úr! Kik a felelősei az új influenza elleni kormányzati kampány sikertelenségének, lesz-e felelősségre vonás? Mikor állnak végre szóba a szakmával? Ki fogja a szülőket és a tanárokat megfelelően tájékoztatni? Egyáltalán, miniszter úr, képesnek-e érzik még magukat a kormányzati feladatok ellátására, a probléma megoldására? Vállom válaszát, köszönöm. Köszönöm szépen. Képviselő úr, az interpellációra a Székely Tamás egészségügyi miniszter úr válaszol. Önnél a szó, parancsolja, miniszter úr. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Nem kell, hogy a tények elhomályosítsák az éleslátását, tisztelt képviselő úr. Nyilvánvalóan nagy szerencsétlenség az, hogyha van oltóanyag az országban. Nyilvánvalóan nagy szerencsétlenség, hogyha a 4 millió tervezett tiltásmentes oltóanyagnak közel a fele már kiszállításra kerül. Nyilvánvalóan nagy szerencsétlenség, hogy rendelkezünk antivirális készítményekkel, és nyilvánvalóan nagy szerencsétlenség az is, hogy az összes szövődmény elhárításához rendelkezünk megfelelő mennyiségű gyógyszerrel, illetve védekező eszközökkel. Az, hogy nem állunk szóba szakmával, most akkor csak idősorosan néhány dolog. Május első hetében a kormány döntése alapján a pandémia elleni felkészülés ellen beszereztünk antibiotikumot, tűt, stb. Július 9-én a járványügyi készültséget bevezettük a Ferihegyen. Augusztus 5-én a kormány döntött az influenza elleni vakcina beszerzéséről. 5-én befejeződtek a vakcina előállításával kapcsolatos tevékenységek. A nemzeti influenza pandémiás tervet aktualizáltuk, eközben 500 ezer szórólapot kihelyeztünk az iskolákba, 10 000 plakátot kihelyeztünk az orvosi rendelőkbe, polgármesteri hivatalokba, tárgyaltunk a szakmai kollégiumokkal, tárgyaltunk a gyógyszerészkamarával, a pandémiás bizottságnak tagja az országos házi orvosi szakfelügyelő, aki a pandémiás bizottság összes ülésén részt vett,
és természetesen tudott kommunikálni. Természetesen a házi orvosok részére az ANTS kistérségi intézetei szintén tartottak továbbképzéseket. Az, hogy az iskolák nem tudnak róla. Az iskolákba két alkalommal küldtünk anyagot. Az első szeptember 1-én, ahol egyébként egy iskolába tartottunk egy sajtótájékoztatót, az iskola vezetőjével és az iskola orvossal közösen. Ezt követően Hiller miniszter úrral írásban levélbe tájékoztattuk őket, hogy mi a további teendői. Én úgy gondolom, hogy nem felel megállítása a valóságnak, de semmi baj, számos alkalommal javasoltam képviselő úrnak egy személyes találkozót, hogy ezekről a kérdésekről személyesen tudjunk beszélni. Természetesen képviselő úr nem vette egy alkalommal sem igénybe, de semmi probléma. Én tudom azt, hogy képviselő úr természetesen nem fogja elfogadni a válaszomat, semmi gond, de azt kérem, amikor indokolja, hogy nem fogadja el a válaszomat, akkor majd felsorolja szépen egyenként, hogy ő, mint fideszes szakpolitikus, hány alkalommal állt ki, és mondta, hogy oltani kell. Ő, mint a fővárosi önkormányzat egészségügyi bizottságának a tagja, mondja el, hogy melyik volt az az előterjesztés, amit bevitt a fővárosi önkormányzat egészségügyi bizottságának ülésére, amiben a bizottság felkérte volna az egészségügyi intézmények dolgozóit, hogy oltassák be magukat. De ugyanezt kérdezhetem, hogy én, mint a 11. kerület egészségügyi bizottságának az szintén tagja, mit tett azért, hogy a 11. kerületi egészségügyi intézmények dolgozói beoltassák magukat, vagy oltsák be a betegeket. Illetve annyit is tehet, hogy ezekben a kérdésekben igazam volt. Ebben az esetben viszont fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter úr, kérdezem a tisztelt képviselőt, hogy elfogadja a választ. Minden szó parancsol. Köszönöm, elnök úr, a szó, tisztelt ház, tisztelt miniszter úr. Először is én olyan pozíciókra hivatkozott, amiket én nem töltök be, sem a fővárosi önkormányzatban, sem Új-Budán nem vagyok az egészségügyi bizottság tagja. Ennek ellenére helyben megtettem a szükséges javaslatokat. 1. 2. Napirend előtt az MSZP hozzászólója egy olyan közvéleménykutató cég felmérését idézi, amely cégről nem csak azt tudjuk, hogy egyébként politikailag elfogult, de azt, hogy számai felmérései hiteltelenek. A minisztérium ezen a hétvégén 1,5 millió beoltott emberről beszélt, az ANTS ugyanezt a számot 300 000-re becsülte. Egy munkatársamat megkértem a hétvégén, hogy ma reggel menjen el a házi orvosához és próbálja beoltatni magát. Először a házi orvostól egy H5N1-es receptet kapott, madárinfluenza elleni receptet. És ezek után kellett kérni egy újat. A házi orvos aláíratott vele egy laikus pacienssel, aláíratott vele egy papírt, hogy a beteg, a páciens kell, hogy vállalja a szövődmények kockázatát, amelyek között a halál eset is lehetséges. Képviselő úr, a szövődményekért a gyártó terheli a felelősség, a gyártó azon... Képviselő úr, ön pontosan tudja egy pár sört a rendelkezésére, hogy igennel vagy nemben. Képviselő. Én is tudja, miről van szó. Nos, a képviselő nem fogadta el a miniszteri választ, így kérdezem a tisztelt országgyűlés, hogy elfogadja azt. Kérem, szavazzanak. Az országgyűlés a miniszteri választ 184 igen, 147 nem és 13 tartózkodás mellett elfogadja.